A jóindulatúnak nevezett nőgyógyászati elváltozások közt elég gyakori a mély polip. Leginkább csak akkor szembesül vele egy hölgy, amikor a nőgyógyász a vizsgálat során megállapítja, hogy van ilyen szövetszaporulata. Elmondhatjuk azt is, hogy bármilyen életkorban megtörténhet mindez, ellenben leggyakrabban a változókor körül. Az esetek többségében teljesen tünetmentes. Ha mégis tüneteket produkál, akkor hasonlatos a mémióma tüneteihez. Viszont fontos, hogy a különbséget tisztázzuk. A mémióma és a mélypolip két különböző szövetből produkál szövetzaporulatot. A mémióma a mély izomzatából kifejlődő megvastagodás, göbösödés. Míg a mélypolip az a mély nyálkahártyából alakul ki, amely a mély belső üregét borítja, és hónapról hónapra a ciklus alatt vastagodik önmagától is. A polip, amit kialakíthat, az a mély ürege felé, befelé irányuló szövetszaporulat valójában. Idegen szóval a mély nyálkahártyát endometriumnak nevezzük. Az anyaméhet és a mély üregében lévő endometriumot vagy mély nyálkahártyát az ősi agytörzs vezérli. Az ősi agy pedig jellemzően a biológia legalapvetőbb nyelvén, a szövetszaporítás nyelvén társalog. Azért nevezem legalapvetőbbnek, mert a megtermékenyített petesejt is sejtszaporulattal, osztódással keletkezik. Ez egy ősi mód a biológiában. A csíralemez központú rendszer ismeretében pedig ez teljesen világossá válik. Nézzük meg, hogy miféle szövet ez a szaporodásra képes nyálkahártya. Egykoron, a fejlődés történet korai szakaszában ősi bélnyálkahártya volt. Ezért van az, hogy a bélhez hasonlóan mirigyes hengerhám szövet borítja a mély nyálkahártyát is. A belegben, ugye a mirigyek, a falat lebontását végzik. Enzimeket termelnek és elszívó folyamatokat végeznek a mirigyek. Vajon miféle falat jutott az anyamének? Mi más, mint maga az utód? Mi tehát a biológiai szerepe az anyaméh mirigyes szövetének? A petesejt beágyazása, befogadása, beilleszkedésének a segítése. Ennek érdekében minden hónapban női hormonok hatására képes újraépülni, megvastagodni. Dúsan erezetté és mirigyessé tud válni. Azért, hogy felkészüljön a megtermékenyített petesejt beágyazására. Ellenben, ha nem érkezik megtermékenyített petesejt, ami beágyazásra kerülhetne, vérzés kíséretében fog ez a nyálkahártya leválni. A megvastagodás és a leválás hónapról hónapra a női hormonszint szabályozása alatt áll, és ez mindenképpen természetes folyamatnak tekinthető. Megesik azonban, hogy a szövetek szaporítása a megszokottól jelentősen eltér. Az, hogy mit számít a megszokottól jelentősen eltérőnek, azért az sem tisztázott, hiszen függ attól, hogy a ciklus mely szakaszában járunk. A vérzést követően vékonyabb ennek a mély nyálkahártyának a mérete, később pedig pont annak okán, hogy befogadóvá képes válni, megvastagszik. Tehát ott is méretbeli különbségeket tapasztalunk. De ezen túlmenően is még a szakértők véleményei megoszlanak abban a tekintetben is, hogy egyáltalán a vastagságot hogy állapítsák meg. Így a pár millimétertől a 1-2 centiméterig terjedő váltakozó méretkülönbségeket adnak meg. Én azt javaslom, hogy a nyugalom véget, maradjunk a realitásnál. Arányaiban egy körte nagyságú anyamében gondolkodjunk. Annak is a belső üregét, tehát a körte belső részét képzelve el, belső üregét borító ményálkahártyát lássuk magunk előtt pár milliméter vagy 1-2 centiméter nagyságban. Tudniillik, ha ennél sokkal nagyobb képet vetítünk magunk elé, az riasztó lehet, és a képzelet megszülhet egy diagnózis konfliktust. Nagyon fontos a megnyugvás és a megértés ebben az esetben is. A szokásostól eltérő túlburjánzás esetén először is ki kell zárnunk azt, hogy vajon külső körülmény játszott-e szerepet. Hiszen az új medicinában a mérgezés, a sugárzás és a baleset nem természetes folyamatnak tekintendő. No, akkor itt a fogamzásgátlók meglétét kell kizárnunk, a sugárkezelés esélyét, valamint azt, hogy történt-e valamilyen mechanikai beavatkozás, vagy orvosi, nőgyógyászati beavatkozás. Ha ezeket sikeresen kizártuk, tehát a külső körülményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy valamilyen érzelem állhat a hátterében, és az mindenképpen egy természetes folyamat részeként megteremti a szövet szaporulatot. Az érzelmi kilengést ebben az esetben a falatkonfliktusok fogják jellemezni. Nézzük meg, hogy a falatkonfliktus mit is jelent, röviden, hogy valami olyan létfontosságú dologról van szó, ami szükséges, mint egy falat kenyér. Ami nélkül nem élet az élet, vagy épp ellenkezőleg is elsülhet a dolog, hogy már nem élet az élet valamivel, és szabadulni, tisztulni szeretnék tőle. Az elme számára nem lényeges, hogy az érzelmi kilengésünk egyik vagy másik irányba, tehát plusz vagy mínusz történt. Az elme a középértéket igyekszik beállítani. Úgyhogy tartsuk szem előtt azt, hogy ez a két szempont, a létfontosság és a tisztulás most teljesen egybevág az anyami belső nyálkahártyájának funkciójával. Egyrészt ugye létfontosságú, életet adó szövetről van szó, másrészt egy vérzéssel, nyálkahártya leválásra képes, megtisztulni képes mély belsővel állunk szemben. Itt most ez a tisztító képesség kerül előtérbe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a ményálkahártya megvastagodását egy nemi jelleggel, nemiséggel, nemi eltéréssel, eltérő nemmel kapcsolatos falatkonfliktus fogja előidézni. Amikor ez megtörténik, akkor a konfliktus aktivitás feláll, és konfliktus aktív szakasznak nevezzük azt, amikor valójában nem értesülünk arról, hogy a testünkben mi zajlik. Tünetek majd csak a megoldás utáni szakaszban lesznek jellemzőek. Mit tekintünk tehát ilyen bekapcsoló, konfliktus aktivitást okozó tényezőnek? Hát elsősorban a férfival kapcsolatos megbotránkozását egy nőnek, amikor megütközik a férfi viselkedésén. Mocskosságnak éli meg az eltérő nemből fakadó viselkedést. Akár úgy, hogy egy másik nővel történik meg mindaz. Tehát nem csak a saját életében, saját kapcsolataiban éli, hanem szimpatizál valakivel. Például a kokáért azt mondja, hogy mekkora nagy szemét a barátnőm férje, hogy ezt és ezt tette a párjával. Ezen felül lehet gyermekvonatkozású nemi megbotránkozás, vagy anya-gyermek zaklatási dolog a háttérben. Amikor lezárul a konfliktusaktivitás, a megoldás utáni szakaszban tisztulásként fog jelentkezni a fehér folyás, illetve a közti vérzés is ilyen tisztulási folyamat eredménye. A ciklussal rendelkező nő méhe rendszerint a havi vérzéskor ki tud így tisztulni, hiszen az az 50-150 ml-nyi vér szövegtörmelékeket és nyákot takarít ki a méh üregéből. A menzesz végére a korábbi fehér folyás és viszketés így teljesen megszűnhet. Lehet utódbeágyazódás témájában is konfliktálódni egy hölgynek, jellemzően a házasodás és a családalapítás kerül itt előtérbe. Nem csak ebben a házasulandó korban lévő nőket érintheti a konfliktus, hanem bizony a nagymamakorú hölgyeket is, akik a fiatalok elmaradt frigyét sajnálják, és ezt élik meg érzelmi kilengésként. Tudniillik, a reménylett unokát hiányolják, hogy az nem jött létre. Ezért a változó korban lévő hölgy is képes a méhében sejtszaporításra, szövetszaporításra. Ha már nem rendelkezik vérzéssel, akkor neki más útja, módja nincs a tisztulásnak, mint az, hogy enyhe vérezgetés és gennyes túrós fehér folyás, bűzös váladék kíséri az extra szövet lebontását. Essék arról is szó, hogy mik azok a szimbionták, mik azok a mikroorganizmusok, amelyek segítenek a szövet elbontásban. Ezek nem mások, mint a gombák. Természetben az alkotóelemekre bontást a gombák végzik. És így van ez az emberi szervezetben is. Ellenben mi, emberek, az antibiotikumok fogyasztásával képesek vagyunk csírátlanítani magunkban az éppen meglévő szimbiontáinkat. Mondjuk adott esetben két folyamat zajlik egy hölgyben, egyrészt a méhében egy ilyen szövetszaporulat, másrészt egy torokgyulladás. Ha ő a torokgyulladásra antibiotikumot szed, a teljes testére kiható csírátlanítást végez, és nem lesz szimbionta, nem lesz gomba, amelyik elbontja az érzelmi kilengéskor keletkezett ményálkahártya extra szövetet. Hát most jutottunk el a méhpolip keletkezéséhez. Tudniillik, az elbontás valamilyen okból való elmaradása, tehát a menstruáció elmaradása, vagy a mikróbák előbb említett okból való hiánya miatt nem tud végbe menni a keletkezett szövet lebontása, így átmenetileg vagy épp hosszú időn keresztül ott marad, nem kerül el bontásra. Na, ezt nevezi az akadémikus orvoslás jóindulatú mélypolipnak. Ha valakinek ez zavaró, bármilyen oknál fogva, vagy csak abból a nézőpontból, hogy ő tudatilag zavarja, és elfogadja a felajánlott műtétet, ez rendszerint akkor ez egy ambuláns szövet eltávolítást, mély polipnak a lecsípését jelentő kis beavatkozás. Ha ez meg is történik, így dönt egy nő, akkor is fontos lépés, hogy az érzelmeket se hagyja figyelmen kívül. Hiszen ha az eltávolított szövet mellett nem rendezi az érzelmi okokat, akkor bizony újra és újra képes a szervezete megszaporítani ezen a területen a szöveteket. Mert a mélypolip kialakulásának, ahogy idáig is igyekeztem vázolni, értelme és célja volt. A nemi falat hatékonyabb kilökése, tisztítása, véget vastagodott meg ez a szövet. Illetve hát ami elsődleges feladatként jelentkezik a ményákahártyánál, az a petesejt, tehát az utód befogadása, beágyazodása miatt vastagszik elsősorban meg a ményákahártya. Ennyi fért bele pár percbe, az összefüggések megértése véget. Azt javaslom, hogy látogasson el a téma iránt érdeklődő tanfolyamainkra. Várjuk szeretettel!